Többféle vírus okozhat hányást és hasmenést. Ezeket általában tapintás útján kapjuk el. A pici gyerekek még sokat csúsznak, másznak mindenféle talajon, és amit csak tudnak, a szájukba vesznek. Ezért ők hatványozottan ki vannak téve a veszélynek, hogy elkapnak valamilyen vírust. A nagyon kicsi gyerekek mondjuk 3-5 év alatt bármilyen fertőzés éri őket, ők könnyen hánynak, hasmenésük van. De azért mégis igaz ez, hogy most az utóbbi időben egy kicsit több hányós hasmenéssel találkozunk. Ezeket nagy részt vírusok okozzák, ezt úgy tudjuk, hogy ha elküldjük tenyésztésre, nem tenyészik ki semmi, emiatt nagy valószínűséggel, meg a klinikai kép alapján. De járványról azért nem beszélhetünk. 2 évvel ezelőtt nagy tömegű hányós hasmenős vírus terjedt az országban, így megyénkben is. Azt a szintet a mostani járvány meg sem közelíti, mégis veszélyes. A gyerekek ilyenkor ugyanis hirtelen nagy mennyiségű folyadékot veszítenek. Ehhez társul a nagy nyári meleg, így fennáll a veszélye, hogy a kicsik hamar kiszáradnak. Oda kell figyelni a tünetekre, de ha lehet, próbáljuk megelőzni a bajt. Itt a higiénére lehet koncentrálni, odafigyelni, mit eszünk, mit iszunk, kézmosásokra, olyan környezetbe ne menjünk, ahol nem tiszta környezet van, különösen pici gyerekeknél, csecsemőknél, nagy tömegű vízes területekre, különösen a nem folyóvízes területekre, meg egyáltalán csecsemőnél, ez minden esetben problémás. És a megelőzésben a higiéne mellett pedig a tünetekre való koncentrálás, hogyha elindul a hányás, esetleg egy időben hígszéklet, akkor csecsemőnél azonnal forduljunk orvoshoz. Ha a gyermek elkapja a vírust, ajánlott elkülöníteni a közösségektől. Ne vigyük őket bölcsödébe vagy óvodába, és ilyenkor a strandolást is érdemes kihagyni. Ha lehet, otthon is tartsuk távol a kicsit a testvéreitől, amíg átmegy rajta a vírus.